Köszöntök mindenkit, ez itt a TNG Podcast negyedik évadának harmadik epizódja, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A mai témánk nem más, mint a dűne második része, és itt van velem beszélgető partnerem, dr. égerházi Liszen Ágáib Zsuzsanna. Szia Zsuzsi! Sziasztok, tudjátok jól, hogyha nem akartok lemaradni a következő részről, iratkozzatok fel YouTube-on, illetve Spotify csatornán is tudtok minket követni, Facebookon pedig a TNG Profession néven találtok meg minket, ahol mindig az aktuális epizódról láthattok infókat, hogy az mikor jön ki, illetve egyéb videós tartalmakról is ott tudtok informálódni. Na de mielőtt belecsapnánk a dűne második részébe, ilyen kis filmes sorozatos aktualitásokkal gondoltam, hogy bemelegítünk, úgyhogy első körben arra gondoltam, hogy megkezdem, hogy nézted-e ha nem is élőbe, de utólagosan az Oscar díj átadást, illetve a győzteseket, hogy átfutottad-e, volt-e olyasmi, akinek mondjuk szorítottál, volt olyan, ami mondjuk meglepetés volt számodra, és, és úgy összességében nem tudom, hogy az Oscar az hogy állsz hozzá. Én elég távolról szoktam követni az oscar és ez most is így történt. Most mondhatnám, hogy nagyon szurkoltam a barvinak, de attól függetlenül, hogy nekem ott volt a listámon, és jó filmnek tartom, nem feltétlenül gondoltam azt, hogy a többi induló, vagy jelölt felett megérdemelni az Oscárt, illetve nagyon örültem a magyar vonatkozású győzelemnek, az azért mindig egy kis büszkeséggel tölt el. De ezen felül vagy nem is akarom megnézni a filmeket, amit nyertek, vagy pedig még nem volt alkalmam rá, mint például a Szegény Párák esetében, ami amúgy nagyon város. Szóval annyira nem követtem, általában az Oscarhoz kapcsolódó botrányokat szoktam gyorsan átfutni, megmondom őszintén. És te mennyire vagy elégedett a végeredménnyel? Figyelj, olyan szempontból totál, hogy nekem ugye jól emlékszel, hogy a tavaly évvégi listámon az Oppenheimer szerepelt az első helyen, úgyhogy szerintem az volt a tavalyi, tavalyi, év legjobbja, és hát 13 vagy 14 jelölésből hetet behúzott, hédiat, és hát ugye a leg hogy mondjam, a legfontosabbakat, ha lehet így mondani, azokat azért beúszta, tehát legjobb rendezés, legjobb film, legjobb férfi, férfi főszereplő legjobb vágás, Robert downey a legjobb férfi mellék, meg még, még valamit, úgyhogy eléggé tarolt. Én, én Kilian nek nagyon örültem, hogy megkapta a legjobb férfi főszereplőjét. Én egyik egyik ilyen kedvenc színészem, és igazából Nolan egy rohadt sokat dolgoztak már, nem tudom, az hanyadik, hatodik, hetedik közös filmjük, de eddig mindig mellékszerepben volt, úgyhogy, úgyhogy ennek, ennek nagyon örültem a Purting's a, a szegénypárák is, igen, ahogy említetted, ott az a a, a film kapcsán, ugye beszéltünk magyar Oscarról is, Mihalek Zsuzsa kapta, mint berendező, és tényleg a filmnek a, úgymond a látványvilága, az, az, az nagyon egyedi, tehát nagyon-nagyon erős sik sikeredett. Ezen kívül amúgy még három, tehát összesen négy éjjel nyert a is és, és akkor Emma Stone megkapta a második női oszkárját is, ő is, ő is, ő is tök jó volt benne. Ami egy picit meglepő volt, talán, ahogy a Killers of the Flower Moon, a megfojtott virágok, Scorsese, DiCaprio, De Niro, nulla Oscar, semmit, semmit nem nyertek. Tavaly, tavaly előtt, most már tavaly előtt a Everything Everywhere All at Once című film volt az én listám elején, és az megnyerte a legjobb film oscar Tavaly az Oppenheimer, és ö, most ugye az nyerte meg, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy idén mi lesz a tippem majd év végén. Sanszos, hogy akkor az fogja megnyerni majd az Oscar, mint a legtöbb, akármilyen toplista, arra jó, hogy erre lehet rajta csemcsogni, hogy ez miért nyert, az meg miért nem nyert. Ezzel kapcsolatban én láttam egy nagyon-nagyon érdekes, hát összevágott videót Mary Stripnek a beszédeiből. Szerintem ő azért ugye a szakma csúcsán van, vagy 40 éve, hogyha a filmekről van szó, Uh, és ő maga kutatni kezdett, hogy a különböző uh, hollywoodi uh, filmes díjakat megszavazó bizottságokban uh, milyen arányban vannak uh, férfiak és nők, és egészen odáig ment a kutatásában, hogy nem csak mondjuk az Oscar bizottságot uh, nézte meg, hanem a Rotten Tomatoes-nak a kritikusi összetételét is. É, és azt találta, hogy bár ugye úgy nagyjából 50-50 arányban vagyunk itt a Földön a férfiak és nők, nagyon-nagyon el a nemek aránya ezekben a, a, a testületekben, é, és ezt ő arra vezette ki, hogy nagyon-nagyon érdekes, mert nyilván a Tomatoes, vagy az Oscar, úgy alapból formálja a közízlést, és ő ezzel nem azt mondja, hogy nem nagyon jó filmeket szavaznak meg, hanem hogy hát a férfiak és nők között mondjuk lehet ízlésbeli különbség. És lehet, hogyha mondjuk kiegyenlítettebb lenne a kritikusok aránya, vagy akik szavazhatnak ilyenkor, lehet, hogy más filmek is jobban fel lennének kapva, vagy hogy kicsit kiegyensúlyozottabb lenne. Hát az a fajta filmáradat, amit kapunk. Figyelj, szerintem igen, ez, ez, igazából olyan nagy meglepetés nem biztos, hogy okoz, esetre még jobban megerősíti a, a, korábbi feltételezéseket, hogyha lehet így mondani, mert igen, ez, lássuk be, hogy az Oscar és úgy nagyjából azért be lehet mindig lőni hogyha egy adott film arra készül, vagy, vagy mi az, ami valószínűleg a, a, bíráknak a tetszését el fogja nyerni, és igen, itt azért nem nagy titok, hogy mondjuk az olyan típusú filmek, amik mondjuk fehér férfiak, keresztény zsidó kultúrkörből kikerülő fehér férfiak aránya, és akkor az ő preferenciáknak megfelelő filmek azért úgy általában azért úgy elég biztosan úgy be lehet lőni. És ezek Lehetnek kiváló művek, dolgozhatnak fel szuper érdekes történeteket, és lehet abszolút megérdemelt az összes díj, csak igen, tény és való, hogy leginkább olyan történetek kerülnek feldolgozásra, amik mondjuk engem nőként kevésbé foglalkoztatnak. Ez nem biztos, hogy probléma az, hogy mondjuk én nem preferálom a háborús filmeket, csak érdekesebb lenne egy nagyobb merítésből dolgozni, és szerintem Hollywoodra ráfér némi vérfrissítés akár tematikában, akár új ötletekben. láttál mostanában valami érdekességet, amit, amit legyen ez akár film sorozat? Láttam, és csak hogy ezt a teljesen random témát, amit én hoztam be, tovább vigyem. Láttam egy külsőre nagyon férfiakra kódolt sorozatot az elmúlt hetekben, és láttam egy külsőleg nagyon-nagyon nőkre kódolt sorozatot és mind a kettőt a párommal néztem meg, és mind a ketten kifejezetten élveztük mind a kettőt, tehát nincsenek törvényszerűségek. Az egyik, amit mindenkinek nagyon-nagyon ajánlanék, az a Lessons in Chemistry, ami egy viszonylag friss minisorozat Brie Larson főszereplésével, és egyszerűen zseniális lett, teljességgel lebilincselő, első perctől az utolsóig, és őszintén mondom, hogy nézze meg mindenki. Azt hiszem, és nem akarok hülyeséget mondani, az 50-es, 60-as években játszódik, és a Brie Larson által alakított kémikus hölgyet követjük végig az életén, és hogy hogyan küzd meg a szakmán belüli előítéletekkel, és ő teszi mindezt úgy, hogy egy főzőműsort indít, ahol a nőket megtanítja a főzés mögötti kémiai folyamatokra hogy értsék, hogy miért fontos és miért jó az, hogy mit tesznek a családjuk elé. És számomra ez egy nagyon-nagyon egyedi szempont volt, és ahogy mondom, a férfi párom számára is rendkívül élvezetes sorozat volt, mert úgy mutat be egy erős női karaktert, hogy és azt a korszakot, hogy konkrétan ez élvezetes, úgy oktat, hogy nem érzed azt, hogy letuszkolják a torkodon az ő véleményüket, és a színészi játék az 10 per 10-es. A másik oldalról pedig a Guy Ritchie legújabb sorozatát uh, tudom felhozni, a The Gentleman's. Uh, szerintem 100% szórakoztatásra szánta, és meg is tudta csinálni. Uh, agyament, jól néz ki, jók a színészek. Szóval, uh, hogyha egy... Uh, jók és hát pár estés szórakozásra vágyik az ember, akkor ezt is csak ajánlani tudom. Én, én inkább filmeket nézegettem, hát annyira jókat nem, azt nem mondanám, hogy inkább azért mondom el, és akkor csak röviden, hogy, hogy másnak nem, nem tudom, ne kelljen megnéznie. Az első, aztán a leg, legutolsó marvel film a Madame Web. Nem voltak, azért, nem értem. voltak nagy elvárás, igen, igen, igen. Hát nem mondom, hogy úgy szóval belepörgettem itt, ott. Nagyon, nagyon gyenge lett. Látszik, hogy sok, sok utómunka, meg utóforgatása próbáltak itt összeszedni a dolgokat, de Ó, oh, wow, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyengére sikerült. Már-már tavaly is beszélgettünk a Marvelnek az a zuhanó repüléséről, és hogy mi lesz ebből, ez igazából, tehát egy filmről filmre egyre lejjebb van, de ez csak az én érzésem, úgyhogy azt mindenki kerülje el nyugodtam. nyugodtan. Tehát akkor nem ütötte meg azt a szintet, hogy annyira rossz, hogy már jó? Nem, 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 nem nincs, az, nincs az, hogy annyira rossz, hogy már jó lenne, de a másik film az viszont igen, legalábbis ezen, ezen a mesdjén billeg, hogy olyan rossz, hogy már jó, ez a Roadhouse című film, illetve hogy annak egy feldolgozása, ez az Országúti Diszkó. Ez a 89-es, így van, Patrick Swayze főszereplésével készült Roadhouse Országúti Diszkónak a újrafeldolgozása, újra gondolása. Ezúttal most Jake Gyllenhaal a főszerepben. Uh, illetve a, hát szerintem most már ex, de mindenféleképpen UFC harcos uh, Conor McGregor, majdnem Ivan McGregort mondtam, de nem, mert ő obi van szóval Conor McGregor, uh, mint a film rossz fiúja. Uh, a két filmnek úgy igazából azon kívül, hogy a főszereplőt ugyanúgy hívják, és ugyanúgy kidobót játszik benne, ezen kívül már nem túl sok kapocs van a kettő között, tehát egy nem egy folytatás, nem egy ilyesmi, csak igazából egy ilyen újra gondolt valami. És, és a 89-es verzió, meg ez is ez a ilyen agyatlan baromság, néhány jó akció jelenettel, meg jó berekedéssel, nyilván egy profi harcos is benne van, úgyhogy a koreográfiát odarakták, de ez a teljesen komolyan vetetlen baromkodás végig, hülye beszólogatásokkal. Is Semmi extra, de, de elment. Nyilván lesz, akinek túl sok volt, a, a Conor McGregor alakított a karakter, akkor egy ilyen, ilyen GTA-ból előlépet karakter, tehát egy teljesen teljesen önmaga paródiája, és, és önmagát is még a négyzeten hozza, tehát ez teljesen ilyen úristen mi az a karakter, szóval valakinek ez sok lesz, valakinek még belefér, úgyhogy de ez a Roadhouse az, a, az az Amazon Prime, ami jött ki, úgyhogy ez ilyen egyből streamingre érkezett, úgyhogy ezt bárki meg tudja tekinteni. Együtt néztük a dűnét a mozikba, és ugye előtte lement a Civil War című filmnek az előzetese, ami ugye az az Alex Garland írja, rendezi, aki ugye a Ex mahinát is többek között csinálta, úgyhogy már csak emiatt is szerintem az izgi lesz, és ott akkor azt lehet, hogy moziba is majd megnézzük, de majd meglátjuk. A... Hát számomra is város, tehát. És a, a másik, ami viszont kijött egy friss hír a Joker második részével kapcsolatban, hogy musical lesz. És nem ám úgy, hogy egy vagy két dal, hanem hogy ha lehet hinni a híreknek, 15 dalt licenszeltek, tehát egy meglévő dalt, és, és, hogy, és hogy, ez, ez az masszív a musical lesz, és egy kicsit ez eltántorított. Tudom, hogy lehet nem kellene, de az első rész képest, hogy nem ez tudom. Ez az adás április elsőjén fog kikerülni? Nem, az nem, lesz, az ne az sa... ez egy jogos, jogos, nem de nem. Szóval, szóval azt tényleg komolyan gondolták, és nem, nem tudom, hogy mi az a döntés. Alapból is kérdéses, hogy miért kell azt folytatni, mert a Joker az önmagában szerintem tök jó volt, és nem hiányzott hozzá egy folytatás. Na de azt, hogy ezt meglépik, hogy ebben egy müzikát csinálnak, minden esetre leg, legalábbis érdekes hát azt kell mondanom, hogy akkor ez nekem most lett város. Tudom, hogy nagyon kevés ember fog velem egyet érteni, de én imádom a műzikeleket, rendkívül szórakoztatónak tartom őket, szóval a Joker 2 nyert egy nézőt. Nem azt mondom, hogy, hogy zsigerből leutasítom, mert szerintem érdekel, annyira megnézem. Mikor a, a Sweeney Todd, Johnny depp ami műzike volt ilyen horror témában, Tim Burton... Az, az, bejött, szóval miért ne? Nem azt mondom, hogy nincs jó muzikál, csak nekem a ízlésem egy picit az nem, nem erre felé, de, de nem, 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 azt mondom, hogy teljesen kizártam, csak félek, félek, egy kicsit. Kanyarodjunk is át a mai témánkra, Dűne Part 2 második részéhez. második részére, hogyha valakinek esetleg nem lenne meg, akkor egy nagyon kis rövid szinopszis most itt felolvasok, de hát igazából amennyi dolog történik ebbe a filmbe, ez, tehát ehhez képest ez csak tényleg egy ilyen kis, kis eszenciája. Van nekünk ugye Paul Arthredisünk, e, aki e, hát végül is egyesül a fremenekkel, és főleg, főleg Csenival, és miközben bosszút áll a családját elpusztító összeesküvők ellen, főleg ugye a Harkonnenekre kell gondolni, Dallasina kell élete szerelme és az univerzum és az univerzum sorsa között, és meg kell akadályozni egy szörnyű jövőt, amit csak ő lát előre, de még az sem biztos, hogy az úgy lesz. Úgyhogy, hát igen, de Düne 2, egy első körben leszögezném azt, hogy sok, vagy szokott olyan lenni, hogy nem kell, vagy nem, nem kötelező látni az elő, el, első filmet esetleg egy folytatáshoz. Vannak ilyenek, de ez nem, ez, ez nem olyan. Itt itt, 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 Még egy Marvel film is azt mondanám, hogy hát, hogyha nem látta az ember az előzőeket, akkor úgy mm, le fogsz maradni egy-két utalásról, egy-két poénról, de itt nem. Tehát itt, itt masszívan. Itt, itt ne nézze meg a második részt, aki nem látta az elsőt de még mielőtt belemennénk, mik voltak az első benyomásaid, hogy hogy tetszett, akár az első részhez képest, vagy, vagy csak így önmagába? Nélem ez nagyon érdekesen alakult, mert hogy én nem láttam az első részt egészen múlt hét szerdáig, és ugye pénteken néztük meg a moziban a Dűne 2-t, tehát én mondhatni egymás után uh, láttam a két részt. Uh, első benyomásként az első is tetszett, de meg kell mondanom, hogy nálam a második rész abszolút nyert, Uh, ugye a látványvilág, a színészek, ugye nagyon hasonló, uh, nem túl sok új uh, addíció volt a második részben, uh, viszont uh, személyes preferenciám, ezt már többször említettem, hogy nem nagyon szeretem a szomorú történeteket, és a Bűne egyben viszonylag hamar uh, nyilvánvalóvá vált számomra, hogy mire fog kimenni uh, ez a rész. és uh, számomra nagyon-nagyon kedvelt uh, karaktereknek a halálát kellett végignézem, uh, és ez általában nem dob fel, és uh, bár nagyjából gondoltam, hogy az egész év miről fog szólni, így az első rész számomra nehezebb volt nézni, uh, míg a bosszút kifejezetten élveztem a második részben. Nem tudom, hogy neked de hogy így régebben láttad az első rész, milyen benyomásaid voltak. 2021-es az első dűne, nekem az volt az év filmje, tehát akkor az volt a top lista elején, úgyhogy ilyen elvárások láttam neki, tehát hogy eléggé, eléggé, vártam, meg eléggé magasak voltak. Még most azt nem tudom eldönteni, hogy az első vagy a második rész tetszik jobban, de mind nagyon erős talán még most azt mondom, hogy az első az valamiért jobban, jobban tetszett, de csak lehet, hogy, lehet, hogy azt többször láttam azóta, a másodikat csak egyszer még most. Egyelőre talán azt mondanám, hogy az első, de csak egy picivel, de a második is rohadt jó volt. És meg tudod fogni, hogy miért tetszett jobban az első, mint a második? Hát nem, nem biztos, nem biztos hogy most ezt így meg tudnám mondani, ez még csak inkább, inkább ilyen érzés, és, és, nem is annyira nagyon tiszta így, a, vagy nem, nem annyira válnak el így egymástól, hogy ez mindenféleképpen ott van, ott van. Újra kéne nézni szerintem még egyszer vagy kétszer a második részt, és akkor, akkor, akkor lehetne. Ami biztos, hogy Danny Villeneuve, ugye rendező, szerencsére visszatért, és hát, hogyha a plegykák, meg a tervek is úgy alakulnak, hogy a harmadik rész is fog készülni, mert nyilatkozott arról, hogy a harmadikat is szeretné majd leforgatni, de valószínűleg úgy, mint Nolan is a betmeneket, hogy közte egy-egy másik filmet, és akkor utána meg a trilógiát befejezi, és az is említettem még, hogy, hogy, hogy most kevesebb Arrakis szeretne, tehát sok volt a homok, meg sok volt a dűne, úgyhogy lehet, hogy valamire másféle fognak majd menni a harmadik része. Mindegy, ez zárója bezár. Zár. Úgyhogy nekem az a rendező személy az már önmagában egy, egy biztosíték, és nem csak a dűnéről beszélek, hanem bármi más filmmel kapcsolatban is. Majd, hogy nem, talán az összes filmét láttam, egy kis filmét leszámítva, meg még talán a leg, a korai francia műveit leszámítva, és, és nekem nagyon tetszik az, az ő stílusa, meg a... És rendezett még, csak hogy képben a Prisoners. Ez a Hugh Jackman így van, Fogságban című film, így van, Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, földhöz ragadt és realisztikus ö, történet apáról, a gyereké lányáról, ö, akit, akit elrabbol egy, egy szörnyeteg, és utána a saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást. Nagyon elős ö, pszichológiai dráma, thriller, ö, kiváló alakításokkal. Ö, ezután rendezettem, hogy egy enemi című elvontabb, az, az, szerintem az egyik legelvontabb alkotása, de abban is Gyllenhaal a főszereplő. Utána ott van a Sicario, Szikárió, Benicio Del Toro van benne, és George Brolin, ugye? Szereti a filtereket ezek szerint a film, tehát a Prisoners az nagyon szürkés, kékes, azért a Sicario nagyon szintén ezt a sárgás színvilágot kaptam meg. Az Arrival, amiről már egy -e, nálunk is volt szó, ugye az Bá. is Danny Villeneuve, a Blade runner a második része, ami megint megosztó, de nekem nagyon, nagyon adta. Uh, úgyhogy azért egy ilyen uh, hát felhozatallal én, tehát szerintem korunk egyik legjobb rendezőjéről van szó. Na, úgyhogy nagyjából ilyen elvárásokkal mentem neki a filmnek, nem mondanám, hogy csalód, csalódtam benne. Tényleg ez a klasszik, vagy most tényleg nem akarok azért annyira itt ömlengeni a filmről, bár lehet, hogy fogok. Szóval, hogy én, én ezt a típusú filmeket tekintem úgy, hogy hagyományos, klasszikus értelembe vett, hogy nagy vászonra való élmény. Tehát, hogy megvan, megvan a, a, történetnek az epikussága, nagy rohadt jól néz ki, nyilván vizualitásba nagyon nehéz belekötni, mert szerintem tökéletes lett. A maga setting, ugye a, a környezet, a, az arakisznak a, a végtelen homokdűné, tehát hogy ezeket a képeket gyönyörű látni, élvezet nézni őket. a, a zene, ott van, tökéletesen passzol, ott van, amikor kell, akkor kihangsúlyozza a részeket, amikor pedig nem kell, hogy ott legyen, akkor nagyon helyesen nincsen ott a zene. Színészi alakításokkal sem volt igazából bajom, és, és tényleg ezek, ezek, ezek a filmekkel érdemes még mindig moziba járni. Igen, ezen én is elgondolkodtam amúgy utána, hogy így a COVID óta kifejezetten érzem, hogy mintha kicsit haldokolna a mozi. Uh, legalábbis számomra már nincsen meg az a varázs, ami mondjuk gyerekkoromban volt, és szerintem ez egy ilyen uh, globális folyamat, de teljesen igazad van, pont ezek miatt, a filmek miatt éri meg még mindig elmenni moziba és megtapasztalni uh, olyan hanggal, akkora méretben, ahogy ők ezt eredetileg gondolták. Igen, sokszor érintettük már máshol is, meg a podcast keretei között is, igen, a streaming versus mozi kérdését, ebből most nem akarok belemenni, mert ez egy külön, külön műsort elvinne, hanem inkább térjünk vissza a, a filmünk főszereplőjére, és akkor, akkor, akkor szerintem kezdjük is, hát Timothy Salaméva, ugye Paul, Paul Altredis karaktere, és van még vagy 13 másik neve, ami nem tudom, a felét tudom, a maradék felét azt így nem. Ő cipeli a filmet igazából, mint, mint ugye főszereplő, és megvan neki ez a jó kis karakterébe, főleg, hogy az első résztől kezdve számoljuk, hogy a fiatal trónörökös herceg karakteréből ugye ez a, hát kimondva is, ugye megváltó, messiás, ö, hát ezért nem, nehéz belelátni az elő erős vallási párhuzamot, itt most egy, egy ilyen Jézusi Jézusi alakról beszélünk, tényleg a ö, ö, csodatételektől elkezdve, ö, onnantól, hogy ugye a Fremenek, ugye az Arrakisnek a népje, azon belül is ugye ö, a megosztottságot, az, hogy ki, hogy áll polnak a karakteréhez, a, a megváltó karakteréhez. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól bemutatják, vagy hogy ennyire belemennek, hogy, hogy a fremen mint egy nép, de azon belül is vannak különböző frakciók, és akkor azon belül is külön vannak ilyen szélsőséges fundamentalisták, vallási állítattal állnak a dolgokhoz, és vannak sokkal skeptikusabbak, de a céljuk valahol mégis ugyanaz, csak úgymond az eszközeikben vannak különbségek. Furcsán um, realisztikusnak hat az ilyen típusú ábrázolásra. Igen, és maga ez az egész téma, amit itt felvázoltál, tehát a, a vallási rendszer, vagy hogyha egy kicsit mélyebben belemegyünk, ugye, hogy a Bene Gesserit, uh, hogyan uh, nyúlt bele a fundamentalistáknak a hitrendszerébe, vagy hogy maga az egész világ, amit szerintem amúgy az elsőben nagyon-nagyon szépen elkezdtek nekünk felépíteni. Uh, és uh, ügyesen haladtak tovább, engem a végén abszolút uh, az az érzéssel hagyott a film, hogy Többet szeretnék, el akarom olvasni a könyvet, szeretném a harmadik részt. Érdekes a világ, és többet akarok tudni a világról. Szerintem nagyon jól egyensúlyoztak a között, hogy az igazi hardcore feneket is megtartsák. Én nagyon-nagyon sok olyan utalást láttam a filmben, ami szerintem a hardcore feneknek volt benne. Például a késeken különböző motívumok szerintem a különböző házakra utaltak, és hasonlók. De hogy ezt az egészet így egyben nézve uh, olvastam, nem is tudom, jó pár héttel ezelőtt egy olyan uh, kritikát, hogy a Dűne, mint könyv és mű, az a, ott van a valaha legjobban megírt politikai, szociális, uh, világépítős könyvek között. Tehát, hogy egy olyan szó szerint közgazdaság, közgazdasági rendszert írt le az író a különböző bolygók és családok között, ami így a minden idők, top-top művei közé uh, sorolja. Igen, ebben a podcastban azért nyilván elsősorban a filmekről beszélünk, de itt azért érdemes igen Frank Herbert nevét megemlíteni mindenféleképpen ugye a, a világának a kitalálója. Uh, 65-ben jelent meg amúgy először Frank Herbert gondozásában, és tényleg uh, filmetesen uh, alaposan uh, kitalálta uh, ezt, a, ezt, a, ezt, az univerzumot. Minden, mindenféle részletre kiterjedően. Utána olvastam, mert nem tudtam fejből, de Isten igazából 23 regény, könyv per regény van, ami kánon a dűne részének. Ebből hatot, az első hatot írta Herbert, utána ő meghalt, és a, a fia, mint a, mint a eszmei jogtulajdonossal vették át a, a jogokat, és ő többek közt ő is írta a, hát a maradék 17 regényt. Ezek nem feltétlenül egymás után jönnek kronológiailag, hanem van, ami sokkal korábban az első dűnje előtt, van, ami már utána is játszódik, és, és tényleg így a teljes kollekció az ilyen több ezer évet ölel fel. De ez csak zárója tényleg aki, akinek tetszett a dolog, annak igen, mindenféleképpen ajánlom, hogy, hogy tegyen próbát a könyveke, mert ha science fiction és könyvek, akkor ez egy ilyen, egy ilyen alap. De ha adjunk vissza, akkor a filmünkre, és akkor a szereplőkre, nekem egy pozitív, nem mondom, hogy pozitív meglepetés Javier Bardem-nek a karaktere ez mert úgymond nagyon jó színésztek tartom, meg vártam is tőle, hogy hogy alakítson. de arra nem gondoltam igazából, hogy konkrétan ő lesz az ilyen comic relief, ugye ez a kicsit ilyen a poénokat, meg vicceket szállító karakter, főleg nem az első rész alapján, mert ha én jól emlékszem, az elsőből nem nagyon volt ilyen vicces, vicceskedős, nagyon-nagyon ilyen komor, megfontolt vezetőnek tűnt. Na hát itt Hát ő átment pol uh, Paul fanboyba, hogy hát, hát, hát ő, hát ő a messiás, és akkor látjátok, nem, nem mondja, ő nem mondja, nem vallja be, mert olyan szerény, lát, hát tehát ő a mesiás, tehát a filmnek szerintem a legnagyobb poénjait, ő ő, 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 szállította, és, 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 nem lógott ki a lóláb, tehát, hogy jó, jó hozta. nekem, nekem nagyon tetszett. Hát ezért tetszett nekem jobban a második rész, mint az első. Egyszerűen nagyon-nagyon jól adagolták ezt a comic relief dolgot. Tehát azért sötétedik a teljes uh, univerzum, ahogy haladunk, ahogy tágul, ahogy látjuk a konfliktusokat, és egyszerűen tökéletes mennyiségben adagolták a, a nevetéseket. És a mozi tényleg egyszerre nevetett, de nem csináltak viccet, úgymond, a filmben. Tehát nagyon-nagyon jól el volt uh, találva. Talán az első részben nem tudom, emlékszel-e arra a részre, amikor Stilger először be megy uh, beszélni, pol uh, apjával talán létónak uh, uh, hívják, uh, és ugye elég köpött, ami számára egy nagyobb megtiszteltetés, de majdnem felnyásolták miatta. Talán ez ez úgy már előre jelezte kicsit a, a, a komikus uh, vonalat, de abszolút egyetértek, egy nagyon-nagyon érdekes, jól megcsinált, és úgy komikus karakter, hogy azt karikatúrázta, ami amúgy a valóságban is megtörténik, hogyha valaki fanatikus. Tehát ahogy te is mondtad, nagyon-nagyon uh, realisztikus, annak ellenére, hogy ez egy science fiction, és nyilván pont ez a karakter karikatúrálva volt valamennyire. És hogy a filmnek nyilván a központi konfliktusa az ugye Paul és Csáni közötti ugye ennyi a kialakuló ugye szerelem, amit azért már lehetett sejteni az első részből is, azoknak is, akik mondjuk totál nem ismerték a történetet, de nyilván a második részre összejönnek, és akkor ugye hát van nekünk az Zendaya által alakított Csani, aki ugye nyilván egyrészt féltip volt, hogy akkor nem kellene erre a vezetői mesiás szerepre feltönni, jól ezt el te, mint egy közülünk, az az is már egy tök nagy ö, ö, erény, hogy befogadták ők a, őt a fremenek, és hogy egy egy ö, lesz közülük. És ugye az elején még pó is ebben van, hogy ő igazából annyira nem nagyon hisz ebbe az egész dologba, mint ugye az anyja, Lady Jessica, mint a méltóságos anya tol, Ez itt ezer számra mindenki felé, a legelejétől kezdve, és akkor Paul csak így időközben szépen lassan egész jól felépített ilyen kis jelenfejlődés, hogy neki így végigmegy a, a filmem, úgyhogy, úgyhogy az szerintem nem volt semmi baj. Tehát az ember karaktere meg próbálját visszafogni, félteni, óvni, hogy ebből azért még baj is lesz. Alapból, mint színészek, engem mégsem, sem Timothy Salami, sem pedig Zendaya nem győzött meg. Ugye nagyon-nagyon fiatalok, és nem azt mondom, hogy nem jó színészek, de számomra... Például Rebecca már mellett, aki szerintem egy zseniális színésznő, és eszméletlenül jól hozta Polanyának uh, a karakterét, nem voltam róla meggyőződve. Tehát, hogy a filmben a látványvilág zseniális, szerintem a forgatókönyv is nagyon jó, a rendező is nagyon jó, ez azért sok bűnt elfed. És háttérinformáció, hogy a valóságban uh, Zendaya és Timothy nagyon-nagyon jó és közeli barátok. Külön megszenvedtek uh, ezekkel a részekkel, de szerintem teljesen jól működött. Talán ez a változás Polban, hogy hol fog. Hogy, hogy neki szerepe lesz, az számomra nem volt teljesen organikus. Végülis meg akart védeni mindenkit. Jó szándék volt, de számomra nem volt egyértelmű, hogy a bosszú vágy, a mindenki megvédése, az ő jellemfejlődése, a szerelme csaninak a megvédeni akarása. Ugye amikor uh, a film vége felé uh, mondja, a hát, mentorának, vagy a korábbi harcos trénerének, Josh Rolin azt hiszem a színész, aki alakította, hogy látta előre, hogy Csani meg fog békélni. Hát mi ezt ugye nem láttuk, és nem is láttuk, hogy ő ő mit gondol erről, de kíváncsian várom a harmadik részben, hogy megbékéle. Voltak azért új karaktereink is, az első részhez képest, ugye a császár megjelent, akit eddig ugye csak utalásokban hallhattunk, ugye nekem meglepetés volt. Nem mondanám, hogy annyira utána járogattam ugye a film előtt, úgyhogy konkrétan nem tudtam, hogy Christopher Walken fogja alakítani. Nekem, nekem, egy tök jó meglepetés volt. Azt, azt valamiért talán tudtam, vagy hogy talán benne is volt az előződésben, és ezért a lányát, a, a lányát pedig az a Florence Pugh alakította, vagy alakítja, ők, tehát ők, mint ugye új karakterek, nem tudom, hogy nek, nem voltak azért benne, ugye egyrészt, tehát hogy a hatalmas univerzum és a rengeteg ház és a rengeteg, rengeteg szereplő miatt annyi-annyi sok karaktert mozgat a film, hogy tényleg a fő szereplő pároson kívül minden, a legtöbb embernek elég kevés idő jut, és ez nincs más, hogy a császára se, de azért volt egy jó pár jelenetük, és azért ott is ki kiderülgettek dolgot a Bene Gesserit és a háttérmunkálatok során, meg hogy milyen politikai összeskülések voltak, és nyilván ott a legvégén a filmnek a tetőpontján van még fontos szerepük Christopher Walkernek, meg Florence Pugnak. Neked nem tudom, mennyire, mennyire tetszettek, mennyire jöttek be Császárlánya, tehát Florence Pugh talán, ő egy nagyon-nagyon érdekes és sokkal jobban kifejtett karakter, és talán az egyik legjobban kifejtett háttérrendszer ez a Bene Gesserit, és látjuk, hogy mennyi felé elérnek a csápjaik, Szerintem ő nagyon jól össze volt rakva, és nagyon-nagyon érdekesnek találtam. A császár karaktere annyira nem lett kibontva. Tehát igen, tudjuk, hogy az Atreides ház kezdett túl erős lenni, és stb., de hogy a császár pontosan miért gondolta, hogy őket le kell szedni, és miért volt teljesen rendben a másik házzal, akik betegre keresték magukat, és növelték a befolyásukat. Ez nekem egy kicsit hiányzott, szerintem Christopher Walken egy zseni, tehát hogy ezt ö, nem hiszem, hogy bárki ö, vitatná, és még sosem láttam ilyen visszafogottan játszani, tehát hogy nagyon ez a megöregedett ö, császár, aki már sok mindent látott, ki tudja mennyi alkú, mennyi kavarás volt a háttérben. Érdekes ö, szálnak tartottam, és sokkal szívesebben néztem volna róluk többet, mint mondjuk a Harkonnenekről még több és még több részletet, mikor így értjük, felfogtuk, mindenki teljesen katos abban a családban. Kíváncsi lennék amúgy, hogy miért, ez is egy tök érdekes uh, uh, háttérszel, de hogy így nagyon-nagyon meg lett nekünk mutatva, hogy ők így tényleg nagyon a, a hedonizmusnak és a, a romlásnak már a tetején vannak. Na, de akkor, hogy Harkonneket beosztad, beszéljünk róluk is, mert um, ugye három főhe Harkonnenünk van, szerintem a, egyik legnagyobb ilyen kihagyott zicser talán, vagy nem éreztem egyszerűen a katarzis, tehát ő pont a Dave bautista -nak a Rabban karaktere, ugye, hogy őt uh, George brolin -nak a Görni, Görni Halekje, uh, végül hát így sikerül elkapnia, és hogy bosszút áll, de ez, ez ilyen nagyon ilyen antiklimatikus módon, tehát így uh, megszúrja, szóval szerintem néha, igen, ott ordibált, meg tiszta idegbeteg volt, aztán meg néha, amikor harcolt, akkor elfutott, szóval én nem, nem nagyon tudtam így értelmezni ezt a karaktert, úgyhogy nekem egy kicsit csalódás, hogy egy-két negatívról is beszéljünk. Ugye volt Stellan Skarsgård, ő az első részben is ugye a Vladimir, Vladimir harkonnen játszotta, még mindig félelmetes ez a, ez a kosztüm, meg ez a, az a, azok a protézisek, meg azok, amikbe felöltöztették, szóval ő, ő nagyon durván tolt, és ugye van még az új karakterünk is, aki az első részben szintén nem szerepelt, az Austin Butler által játszott Fade, Fade Harkonnen, ő a, hát az ügyeletes gonoszunk. Jó lett volna esetleg többet róluk is megtudni, volt ugye az ominózus gladiátor jelenet az ő bolygójukon, fekete-fehérben, fekete nap, az elég jól nézett ki szósa róla. És a könyvekben is úgy van, bár, bár sajnos én sem olvastam őket, de hogy jóval jobban ki van fejtve az a rész, hogy oké, hogy teljesen elmebetegek és, és gyilkosak, de hogy elmellett még azért, tehát elég intelligens karakter is ez a, ez a fade, és hogy taktikus, és stratégia és, és politikai cselszövések vannak átérve. Ez szóval így nem jött át annyira így a filmben, csak egy kis túlzással a random pszichopata gonosz játszotta, aki a végén összecsap a, a jó fiúval. A Dave Bautista nekem csalódás volt, nekem sem jött át a karakter, nem tudom, hogy hogy lett megírva, ugye nem olvastam, tehát nem tudom, hogy mi lett volna az eredeti szándék, de nekem ő kicsit kilógott lefelé a többi színésztársa mellől. Uh, Skarsgård nagyon jó volt, uh, nyilván tudjuk, hogy nagyon jó színész. Uh, Butler, mint Fejd, nem tudom, uh, Értem, nagyon-nagyon gonosz vagy, de ugye nem lett kidomborítva az, hogy ő valójában e, tényleg egy valid lehetőség volt a liszenálgaib karakterére e, a Bene Gesserit által. Tehát érdekes lett volna látni, hogy miért gondolják ők azt, hogyha volt 90 generáción keresztül próbálták összehozni, hogy egy mindenképpen felsőbbrendű csodálatos lény legyen, akkor miért voltak elégedettek a fét karakterével, hogy fú, ezt jól összehoztuk, ő abszolút egy valid contender. És nehezen, tehát azt értettem, hogy Paul miért volt képes uh, mozdulatlan maradni a tűs, tedd be a kezed és viseld el a fájdalmat tesztnél. Um, Kicsit meg lett magyarázva, hogy a fét karakter miért. Hát, hogy ő szerette a fájdalmat, ezért bírt talán mozdulatlan maradni, viszont amit addig láttunk a karakteréről, én nem gondoltam volna, hogy van benne bármiféle önkontroll. Szóval én őszintén meglepődtem, hogy ő a tűtesten keresztül ment. Ahogy mondtad, lehet ez a sokkal-sokkal hát hosszabb könyvben jobban ki van fejtve. Igen, igen, meg mm, Vilnövet is hallottam, vagy olvastam interjúk során, hogy nagyon sok minden a vágóasztalon végezte, tehát komplett van, hogy kom komplet karakter, színészek kikerültek, és azt mondja, nagyon-nagyon-nagyon sajnálja, de hogy az időbe is, meg a sztoriba is nem, nem féltek be, úgyhogy nem tudom, gyönyörűen tudom, persze ez igazából nem, ez nem kifogás, vagy úgymond egy átlag nézőnek ez miért lenne igazából magyarázat, de lehetséges, hogy, hogy ezek a részletek is ott voltak, csak, csak a vágóasztalon végezték. Van miért válni a rendező változatot ezek szerint? Nem tudok róla, de hogyha esetleg lesz, akkor szerintem igen, igen mindenféleképpen az is, az is megnézős lesz. Az egyik kedvenc, hogy szerintem az egyik leghatásosabb jelenet az a filmnek a második felében, amikor Paul összedi magát, és ugye beszédet mond a Fremenek nagy vének vezetői tanácsán, abba, a barlang, hatalmas nagy barlang rendszerben, és akkor ott láthatjuk először igazából azt, hogy valahol ott áll át a kapcsoló onnan, hogy kételkedik magában, nem nagyon hiszi el, vannak azért képességei, ugye igazából ő egy ilyen kicsit ilyen, hát ilyen kevert, hogy az anyja is tanította a Bene Gesserit féle ugye hang irányítós amivel ilyen Jedi erőszerűséges, valamilyen misztikus dolog, vannak nyilván ilyen is, és akkor ő még a, ő a, mesiás is, meg a Fremen is, szóval ivott is a féregnek a kis fincsi folyadékából. Tehát így, nem tudom, most lehet, hogy minden, mindegyikből a legjobbakat így összegyűjtötte, és akkor igen, elfogadja magát, mint hogy akkor ő lesz innentől kezdve a vezető, és akkor onnantól kezdve úgy is kezd el viselkedni, mint egy vezető. Hát kis túlzással mindenkit kutyába rak, hogy te én, én vagyok a legjobb hajt, és akkor te, te akarsz nem kiállni, és akkor gyorsan izé, pa, elmond neki egy-két izé látomást. Erről nem tudom, akaratlanul is a South Park epizódjot jutott eszembe, amikor ezeket a kuruslókat lebuktatják, és tudod, előzetesen begyűjtenek információt arról az emberről, és akkor utána meg kiállnak, hogy a oh, te anyád 90 évvel ezelőtt azt mondta, hogy jaj, ha hát, te vagy -e, megmentünk és igen, igazából amúgy csak előtte körbe kérdezte a haverjait. Nem, úgy nyilván ez egy poén szóval zárója beszár, de az nagyon hatásos volt, és ott még a hangjában hangjába is volt egy ilyen kis játék, hogy ez az, az anyjától tanult irányítós, volt benne egy ilyen kis, nyilván ez kis hangutó munkába, de ott így, 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 így még bennem is megállt a kaka, hogy jó, akkor innentől kezdve most már nem zé, ilyen szendepol, hanem most már oké, akkor csináljuk. Erre van az a csúnya kifejezés, hogy innentől kezdve nem szarra gurigázunk. Abszolút szuper jelenet volt, és most, ahogy úgy összeraktad az egészet, gondoltam rá, hogy ugye sokáig Pol számára sem egyértelmű, hogy ő a liszenálgei. Soká, so, sokáig számunkra sem feltétlenül egyértelmű, hogy ő az, és amikor iszik az élet vizéből és túléli, szerintem az az egyetlen dolog, ami nincs megmagyarázva, hogy hogy. Tehát, hogy számunkra is egyértelművé válik, hogy itt, itt van valami itt tényleg van valami profécia, mert azt ugye tudjuk, hogy a Jessica Ferguson karaktere azért élte túl a mérget, mert mint Bene szerint, megtanították a mérgeknek való ellenállást. Viszont Paul ugye még a hangot is éppen csak tanulta használni. Tehát ő nem tanulhatta meg a legerősebb szuperméregnek való ellenállást. Itt valami történik, mert Chani-nak a könnye az, ami visszahozza, tehát itt egyértelműen valami nagyon-nagyon supernatural uh, vonal, de uh, az a rész, amikor számomra nagyon furcsa volt, hogy ott van rengeteg ember, a nagy részük azt hiszi, hogy ő a mesiás, de hát a körbe nem szabad belépni, amíg meg nem öli tényleg a legjobb arc karaktert. És tök jó volt, hogy mondta is, hogy komolyan azt hiszitek, hogy meg fogom ölni az egyik legjobb vezéremet egy teljesen felesleges, hát nem babonó, hanem szokás miatt. És ugye ezzel a jelenettel párhuzamos az, amikor a főfőben egyes szerint tisztelendő anyát a helyére rakja a hanggal fú, marha jó volt. Kiáll uh, Javier Bardem, hogy itt van, közgyünk meg. 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 Ő már előtt is mondja, hogy most, most meg vagyok sebesülve, most könnyű, könnyű, könnyen legyőzöl. Ekszor, amúgy nem tudnál legyőzni, de... És uh, igen, ez a, 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 a vallási hiedelem szokás világ találkozása a hideg racionalizmussal, hogy nem fogom az egyik legjobb emberemet megölni, tehát ezek, ezek, így nagyon jól, nagyon jól tudnak mutatni. És igen, az utolsó, ominózus utolsó, jelenet, amikor, amikor a palotta központi részében összecsapnak Paul és, és Féd. Arra utaltam ott, hogy talán az, az egyetlen egy ilyen harci akció jelenet, amikor a háttérzene és minden más az így lemegy, és igazából csak a, a küzdelem hangjai, a pengéknek a csattanásai, meg a nyögések, meg ez meg az hallatszódik. Úgyhogy szerintem egy kurva jó döntés volt, hogy ott, ott ne legyen semmilyen háttérzene a, a harcra. Ha más is használták volna, ez kicsit így elhasználta volna, de így, hogy így, így meg volt így a súlya, és így, és így elég jól ütött. És hát igen, a film vége, akkor, akkor podcast vége felé ö, vagyunk, úgyhogy szerintem most már beszélgettünk arról is. Ö, eléggé, hát ö, nem elsőnek azt mondanám, hogy szegény, szegény Csani, tehát amikor mondja neki, hogy figyelj, amíg én lélegzek, addig szeretni fognak. Na most, látod azt a csajtot? Elveszem feleségül. Csíci, néz, meg hát a nézők is néznek, hogy ó, oh, oké. Okay. És valahol ez is csak megint a dinasztiák, meg a nagy házak között a történelemben is hány példát láttunk erre, hogy amikor hatalmas nagy, nem tudom, háború után, akkor béke kiegyezés, és akkor egy házassággal a két nagy uralkodó ház utódait összeházasítják, így próbálják meg a békét igazából garantálni. H hogy tetszett a befejezés, de hát nyilván ez is olyan volt, mint az első résznek a vége, hogy igazából érezzük, hogy nincs így befejezve, de de hogy tetszett a, a vége. Ugye utaltak erre a házasságra korábban, talán a, az anyja mondta, hogy nagyon jó arc, Csani, örülünk neki, köszesz, köszesz, de hogy neked mégis csak olyaskor, akit kéne választanod, amivel előbbre jutunk. Számomra a végén az nem volt egyértelmű, hogy Ugye a többi nagyház nem fogadta el Paul hatalomátvételét, és akkor úgy döntünk, hogy úgy néz ki, hogy háború lesz. Uh, viszont ugye ő meg pont ezt próbálta elkerülni ezzel a házassági ajánlattal, hogy úgymond legitimálja a hatalomátvételt, és innentől kezdve nem pontosan értem, hogy a nagyházak hogy döntötték el kettő perc alatt, hogy no, thank you. Uh, viszont nyilván, hogyha lesz harmadik rész, szerintem ez jobban ki lesz bontva. Uh, nem mondanám, hogy újdonság ez a fajta tróp így a filmekben, hogy hát a kötelességből valaki mást kell -e elvenned. Főleg úgy, hogy a mennyasszony is nyilvánvalóan látta, hogy hát itt nem ő a valós befutó, de nem gondolom, hogy lettek volna illúziói a helyzettel amúgy sem. Én gondoltam, hogy valami hasonló lesz a vége. Sőt, még arról is voltak elméleteim, hogy Csáni fogja leszúrni Polt. Ugye direkt próbálták ezt velünk elhitetni a késes jelenettel, amit többször előre látott, még az első részben. Tehát nagyon úgy tűnt, vagy szerintem erre próbáltak bennünket vinni, hogy majd Csáni fogja leszúrni valamikor, de ugye ezt láttuk, hogy a végén nem így volt. Uh, ugye azt is láttuk többször, hogy ha mondjuk pol bevetni az atomot, akkor uh, valószínűleg Csáni belehalna. Tehát, hogy több lehetséges jövőt láttunk, szerintem. Ugye azt hiszem, Jamisnak hívták a férfit, akit meg kellett olyan, hogy bekerüljön a fremenek közé. Ugye az első részben vele is láttunk nagyon sok látomást, hogy neki vezetnie kellett volna tehát volt itt nagyon sok mozgó elem, és akkor itt megint bejön az elkerülhette volna a szent háborút, hogyha mindig az volt a cél, hogy legyen. Nekem tetszett a vége, abszolút igen, hozza magával a harmadik részt, viszont egy gyors kérdés. Mikor Paul túl sokat szívott a fűszerből, és hangokat hallott, és úgy éreztük, hogy valami felsőberő vagy a Bene Gesserit, vagy Jamis irányítja őt, vagy gájdolja, hogy, hogy haj meg, de a más ember életének elvétele az egy kis halál, tehát akkor mégsem ő halt meg, hanem Jamis tölte meg, meg volt egy csomó-csomó ilyen irányító látomás szerűje. De a elején amikor Stilgar kiküldi a sivatagba egy éjszakára, hogy túléljen, azt mondja neki, hogy a sivatagban vannak dzsinnek jó a viccet, de hogy vannak dolgok a sivatagban, amik meg tudják szállni, vagy meg tudják bolondítani, és vigyázzon. Én végig azt vártam, hogy bármi, amit a sivatagban hal, az nem feltétlenül jó tanács lesz. Nem tudom, hogy neked ez így. Nem gondoltam igen ebbe bele igazából, mármint, hogy miután ezt mondta neki, hogy azokra a hangokra ne hallgasson, különöm is figyeltem, ezzel lenne még egyszer megnézve, látod. Ö, én, én azokat a látomásokat... Most csak a rendező fejével próbál gondolkodni, hogy az már az első részben is sem, Paul, hogy ugye lát dolgokat, de azok nem feltétlenül mindig úgy történnek. És Akkor még álmai volt. E, ugye? Aztán azt mondta, hogy a fűszer e, meg... Nem tudom, koderni. igen, hogy ez mennyire változott meg, vagy hogy innentől már, már viszont tényleg azt látja, ami a jövő, vagy még mindig tud ködös lenni, vagy nem feltétlenül az lesz. És azt szerintem ez, ez tök jó volt, mert hogy a, a James szal is, igen, ahogy, ahogy, megtörtént az, hogy először elő, előre látta, hogy ő lehet majdnem egy ilyen mentora, és akkor puf, meghalt, mert ő ölte meg. Tehát innentől kezdve, hogy ezt az első résznek a végén ezt így letették, így, így mindig abba hagyta ott a nézőt Villeneuve, hogy hogy oké, okay, mutatok neked itt látomásokat, de mindig a, legyen a fejedben, hogy nem biztos, hogy ez lesz, és szerintem ebben nem változott meg, én nem éreztem a filmet, hogy, hogy, hogy a fűszer miatt mondjuk ebben valami változás lett volna, és akkor na, innentől kezdve mióta ő a, ő a, messiás, most, most már uh, ezek így vannak, de lehet, hogy tévedek. Ha jól tudom, te nem láttad a 84-es David Lynch féle verziót a dűnének. Az életem valamelyik pontján részleteket biztosan láttam belőle. Érdekesen úgy, hogy más készítők, más rendezők melyik aspektusa fogta meg inkább őket a Herbert féle univerzumnak, mert ahogy említettük, az annyira, annyira gazdag nyilván egy könyv terjedelméből adódóan is sokkal-sokkal részletesebben le tudja írni a, a, a különböző folyamatokat, és hogy melyik készítő melyik aspektus fogja meg jobban. A filmnek a végén például a David Lynch féle verzióban Paulnak a húga igazából megszületik, és egy ilyen, hát egy ilyen felnőtt, gyerektesbe zárt, elég ilyen fura karakter lesz, de ő is ilyen, ilyen full ilyen Benet vonalat képvisel, de ő ott konkrétan ott már, ott már furra megszületik, itt ugye ezért totál nem. Szóval itt a, a, az idővonalat is lehet amúgy esetleg érdemes boncolgatni, hogy mennyi idő telik-e, hát kevesebb, mint 9 hónap, így a, így a sztoriba. A másik meg, hogy a filmnek a, a, a csúcspontja igazából miután legyőzi Fade-et, a lincs verzióban szintén hasonlóan alakulnak a dolgok. Utána ő, Paul, gyakorlatilag elhozza az kertet és a Megváltást kisra, mert elkezd szakadni az eső az egész bolygón, a David, David Lynch verziójában. Ő me mellessége, ő egy film alatt letudott ennyit, mint itt uh, Vilnöv kettőbe. Tehát az még jobban, Tehát még sűrűbb. Tudod, hogy ez az eredeti hat kötetből az eredeti film, illetve most ez a két rész mennyit ölel? Talán kettőt. Wow. Körülbelül két könyvet, valami ilyesmi. De nem biztos, ebben nem vagyok biztos teljesen. van oda olvasni emberek. Star Warsnak a fő inspirációi között a dűne szerepelt, és nagyon nagy hatással volt az egész világépítésére a Star Warsnak, illetve nyilván a Foundation alapítvány történettel együtt a science fiction alapműveinek tekinthetjük ezért nyilván nagyon nagyon sok uh, science fiction műben megjelennek uh, viszont uh, például nem tudom, hogy tudta, e hogy van dűne referencia a spongyabobban. Nem. Többek között ennyire nagy a kiterjedése, illetve nem tudom, hogy a csak című sorozat megvan, de ott a címbéli karakternek egy hatalmas dűne poszter van az ágya fölött az egész sorozat uh, során, és még be is öltözik a legjobb barátjával Sandwormnek, tehát a, a homokféregnek. Uh, ezek azok az utalások, amiket hivatalosan megtaláltam, viszont uh, szerintem van két párhuzam, amiről semmi hivatalos nem láttam, de a számomra egyik az a Game of Thrones. Nekem az első rész az egy az egybe a Game of Thrones első évadának a hatását keltette. Ez a van a szuper szerethető, nagyon-nagyon jó fej, házat vezető ember, aki tényleg szereti a gyerekét, de sajnos mondhatni rajta kívülállókok miatt meghal. Ned Stark Leto a nagyon-nagyon hasonló volt nekem ez a szá. A másik, én a Marvel Univerzummal láttam áthallást, már ped, mégpedig Doctor Strange és Paul karaktere között. Amikor Paul azt mondja a végén, hogy figyelj, átnéztem százezer lehetőséget, ittam az életvizéből, látom a múltat, látom a jövőt, sok esetben az ellenségeink nyernek, de van egy út ahogy mi kerülünk ki győztesnek, és akkor én most azon az úton elviszlek. Nem tudom, hogy ismerőse valakinek, de amikor a Dr. Strange azt mondja, hogy látom a jövőt, és látom a múltat, és átnéztem több százezer lehetőséget, és egyetlen egy út van, ahol nyerhetünk, nekem ez is egy nagyon-nagyon erős párhuzam. Hát igen, ebből is látszódik, hogy ha csak azt nézzük, hogy egy rossz kifinek vagy műnek, mennyi más helyen hivatkoznak rá, az, az, önmagában szerintem eléggé, eléggé, jól belövi az adott műnek a fontosságát, vagy megkerülhetetlenségét az adott szubkultúrába. Úgyhogy igen, aki, aki, aki szereti e, a skifit, annak, annak szerintem a dűnét az előbb vagy utóbb, de, de látnia, olvasnia kell. Úgyhogy tegyetek Jö, így e, is. Star Trek rajongó nem vagyok, de hogyha bárki, aki hallgat bennünket, az, az egyik bolygó a Star Trekben direkt a Harkonneneknek a, Harkonnen a otthon bolygójára lett elnevezve szintén egy főhajtás a dűnének. Podcast végére szokásos ajánlóval készültünk, hogy akinek tetszett a dűne, az mit nézzen. Én gondolkoztam rajta, hogy hasonló skifiket hozzunk el, de amúgy egy csomót már említettél, Zsuzsi, úgyhogy, egy egyrészt azokat is lehet. És én igazából a, hát a rendezőnél maradnék villeneuve a filmjeit, amit szintén már ö, érintettünk. Tényleg a 2013-as Prisoners-t azt mindenféleképpen, hogyha valaki ezen ilyen thrilleres dolgokat szereti, és Gillen meg Hugh Jackman, -t. de a 2015-ös Szikárió is nagy-nagy kedvenc, mert olyan szinten felépített, jól felépített és jól ütemezett feszültséget nagyon-nagyon kevés film tud hozni, mint ami az volt, úgyhogy de hogyha a skifi téma, akkor Blade Runner folytatása szerintem van olyan jó, mint a mint a Harrison Fordos eredeti verzió, Blade Runner 2049, ugye úgyhogy lehet azért válogatni Vilna filmjé közül és hát szerintem a te nevedben is mondhatom, hogy várjuk a, a harmadik részét a dűnének. És záró gondolatként annyi, hogy én úgy tudom, hogy mikor a 65-ös könyv megjelent, akkor a sci mint műfaj haldoklott. É, és úgymond ez megmentette, és egy reneszánszát hozta el, és rengeteg szuper művet köszönhetünk ennek a reneszánsznak. És nagyon-nagyon remélem, hogy a, a minőségi, szuper világépítése bíró science fiction filmek reneszánszát most ez a dűne kettő elhozza, és hogy a Elkövetkező években a szuperhős filmeknek a hát alkonyával együtt kapunk esetleg nagyon szuper science fiction feldolgozásokat, vagy esetleg teljesen új világokat. Na, hát így legyen, így legyen. Zsuzsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívást. Hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak, és tudjátok, jól legközelebb majd egy hónappal fogunk érkezni egy újabb témával, ami még most egyelőre titok, illetve hát nem tudom, de mindenképpen közösetek be minket Facebookon, ott tudtok majd informálódni a podcast megjelenése előtt, hogy milyen témával fogjuk folytatni. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, legközelebb egy hónap találkozunk, addig is lehetek jók, Sziasztok! Sziasztok. Thank you